Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Ízületi negyed, fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket! Az egészségtér mai adásában arról beszélgetünk, hogy hogyan védekezhetünk az elektroszmog ellen. Témánkat én azért tartom fontosnak, mert a nap 24 órájában mobiltelefonálunk, ha hazamegyünk, akkor ott van a wifi, a mikrohullámosütő, még ráadásul bekapcsoljuk a tévét is, meg a rádiót is, aztán van ugye laptopunk, a kocsiba ott a GPS, millió dolgot föl lehet még sorolni, a lényeg az, hogy folyamatosan elektromágneses sugarak kereszteződésében vagy középpontjában vagyunk. Beszélgető partnerem Molnár Marian sugárzáskutató. Mióta foglalkozol az elektroszmoggal? Szeretettel köszöntök és üdvözlök mindenkit. 25 éve foglalkozunk a férjemmel együtt, főleg ő, hiszen ő, aki ezt szakmailag viszi. Én pedig mellette asszisztálok alázattal, mert a praxisomat befejeztem, abba hagytam, amikor rájöttem, hogy ez egy 48 órás napi munka, és én mellette dolgozom. Ugye pszichológus voltál, mert a igen, praxisomat befejeztem, voltam, ezt igen, mondtad. Igen. De tulajdonképpen a pszichológiától a sugárzáskutatás az nem áll messze, hiszen a psziché is egy láthatatlan dolog, ugyanúgy, mint a sugárzások, amit érzékszervekkel nem tudunk érzékelni. Megérte váltani, Marian? Szereted? Abszolút. Izgalmas, amit csinálsz? Abszolút, én ezt egy feladatnak, egy olyan feladatnak tartom, amit a jó Istentől kaptunk, ami egy rendszeres, következetes, kitartó, folyamatos, állandó munkát igényel. Akár a kutatás, fejlesztés, akár a marketing és egyéb tevékenységek területén. Most, hogy tudtam, hogy találkozom veled, megnéztem, mert komolyan mondom, fogalmam nem volt arról, hogyha megkérdezi tőlem valaki, hogy mióta létezik a mobiltelefon, vagy mióta használunk mobiltelefonokat, és megnéztem, hogy 55 éve. És ha megengeded, akkor felolvasok valamit, ami erre vonatkozik. Igen. 1970-ben a Bell Labs mérnöke, Amos Bell feltalálta a hívásátadást, ami lehetővé tette, hogy a telefon használója beszélgetés közben több úgynevezett cellán, körzeten is áthaladjon. A Motorola mérnökét, Martin Cooper tartják az első gyakorlatban is használható kézi mobiltelefon feltalálójának. Cooper egy modern, bár meglehetősen nehéz hordozható készülékkel 1973. április 3-án kezdeményezte az első mobilhívást, a Motorola kommunikációs divíziójának igazgatóját hívta. Nos, hogyha azt mondjuk, hogy legalább 50 éve létezik a mobiltelefon, akkor feltételezem, hogy kellett zajlódjanak vizsgálatok, amelyek megnézik azt, hogy például az, hogyha én ezt ugye folyamatosan a fülemnél tartom, meg nagyon sokat beszélek, meg még éjszaka is, uram, bocsá, úgy alszom, mert ugye ez egy tipikus menedzserbetegség, hogy a mobiltelefonomtól nem válok meg, és az ott van mellettem, annak nyilván kell legyen egészségügyi hatása, hiszen mikrohullámokról beszélünk. Abszolút, a mobiltelefon az a harmadik kezünké vált, és az 50 évnél kezdődött, és most már ott tartunk, hogy a 6 éves gyereknek is komputerként ott van a kezében, tehát nem csak mobiltelefonálásra használjuk az okostelefonokat, hanem abszolút e-mailezünk vele, stb. Tehát fényképezünk. Fényképezünk egyébként. Zenét hallgatunk. Így van, komputerként használjuk, és mivel folyamatosan kommunikál a mobiltelefon az adótornyokkal, ezért természetesen olyankor is vannak egészségi kockázatai, amikor éppen nem használjuk, csak mondjuk a férfiak beteszik a zsebükbe, és kimutathatóan ugye hímivarsejtorzulások halmozottsága jelenik meg. És megmondom őszintén, hogy az én óriási aggodalmam, mint sugárzáskutató egészségi vonatkozásban, az az, és ezt folyamatosan kommunikáljuk a Harvardi Egyetem kutatóival, hogy az a mostani 6 éves gyerek, fiúgyerek,
aki benne van ebbe az óriási digitalizációban. Már nem csak, hogy saját mobiltelefonja van, hanem lassan olyan iskolába fognak járni a gyerekeink, hogy el fogják törölni rövid időn belül a tankönyvnyomtatást. Nem mondja ilyen szörnyűséget. De igen, nem olyan szörnyűség ez, hiszen ez a jövő útja, csak az egészségi kockázatokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. És a gyerekeink azok tabletekről fognak írni, olvasni és egyebeket tanulni az iskolába, és digitális táblával fognak kommunikálni. Kívánom, hogy ez nagyon lassan zajlódjék, ez a folyamat. Hát a mi értesüléseink szerint ez egy 2 év, és ez meg fog történni, de nem vagyok benne a politikában, tehát nem tudom, hogy ezt mikor fogják törvény erejű rendelet formájában szabályozni és bevezetni, nyilván lesz egy fokozatosság. Már most is vannak olyan iskolák, többek között a Samsung értékesít olyan oktatótermeket franchise módszerben, ahol a gyerekek így tanulnak. Mi voltunk ilyen iskolában. Magyarországon. Jászfényszaruban voltunk, igen, ha szabad ilyet mondani. Jászfényszaruban, és ott már mi méréseket végeztünk arra vonatkozóan, hogy egy digitális iskolában milyen sugárzás terhelések vannak. Magyarországon Jászfényszarun van digitális iskola? Így van. De jó Isten! Így van. Én ezt nem tartom örömhírnek, meg kell, hogy mondjam neked. Lehet, hogy én egy konzervatív ember vagyok, vállalom. Igen, de ezen kívül is a gyerekek a mostani modern iskolákban is ugye bemennek az iskolába, és mindenféle informatikai és egyéb termekben is tanulnak. Ezen kívül az okostelefont nagyon kevés az az iskola, aki a gyerekektől elveszi, vagy lerakatja. De hogyha tehát nem a gyereknél is ott van egész nap. Így van. És amikor hazamegy, akkor megint ott van, akkor este megint ott van, az egyetemisták már rajta alszanak, illetve hát állandó kommunikációra alkalmas, nagyon, nagyon jó dolog, csak az egészségi kockázatokat soha nem szabad figyelmen kívül. Na most egy dolgot már mondtál, a sperma számcsökkentését. Mi van még? Nagyon sok. Mind tulajdonképpen azt kell megjegyezni, hogy az elektroszmog, az elektromágneses térerő, az a levegőben lévő terhelés. Ez egy nem ionizáló sugárzás, amit nem csak a mobiltelefonok, nem csak a wifik, nem csak a belülről gerjesztett villamos vezetékek a falban árnyékolatlanul, háztartási gépek, számítógépek, stb., hanem kívülről katonai átjátszó, híradástechnika, műholdasadásvétel, ezek mind-mind olyan magas feszültségű vezetékek a házak fölött. Így van, adótornyok a házak tetején, adótorony erdők, ugye. Ezek kívülről mind-mind egy hihetetlen nagy, magas frekvenciás terhelés, ami minden épületbe kivétel nélkül bekerül. Tehát az, hogy amikor például ilyeneket látunk a házak tetején, tehát ilyen adótorony. Nézem, mit hoztál magaddal. Hát ilyeneket látunk. Adótorony erdőket, akkor az emberek joggal tiltakoznak az ellen, hogy az ő házukra vagy az ő házuk tetejére felszereljék ezeket a szolgáltatók, mert félnek az egészségi kockázatoktól. Hát nyilván emlékszel rá, te is, most nem fogok szándékosan mondani településeket, de hát az elmúlt években visszamegyünk 10-15 évre, nagy port vert fel Budapesten és vidéken is, ahol a magas feszültségű vezeték húzódott a ház fölött, és bizony rakták ki a fekete zászlókat, és bizony rengeteg tapasztalat született a tekintetben, hogy ott az emberek leukémiások lettek, rákos megbetegedésekben haltak meg, tehát tetszik, nem tetszik, van összefüggés az egészségi állapotunk, és ezek között a szörnyűségek között, amiket így van, mutattál. A magas feszültségű vezetékektől régen ugye szó szerint rettegtek az emberek, nem szerettek közelében építkezni, ennek ellenére nagyon sok ház épült a közelében, a mai napig is frekventált helyeken is találunk olyanokat, hogy a magas feszültségű vezeték a kerítés mellett megy el, és hát bizony ennek is van egy óriási egészségi kockázata, ez nem magas frekvencián, ez közepes és alacsony frekvencián lévő teljesítményekkel együtt szórja ezeket a láthatatlan hullámokat, sugárzásokat.
Na mindenről, amiről beszélgettünk még, találtam, nyilván te is tele vagy ilyen vizsgálati eredményekkel, mert ha sugárzást kutatod, akkor nyilván az egészségügyi hatásairól is tudnod kell. Ugye beszéltünk a telefonokról. Egy izraeli tanulmány szerint azok, akik havonta 22 óránál hosszabb ideig telefonálnak, 50%-kal nagyobb eséllyel kapnak rákos daganatot a szájüregben. Ennek tükrében nem meglepő, hogy ez a fajta rák Izraelben négyszeresére nőtt. Az, aki 400 méternél közelebb él egy mobiltelefon átjátszó állomástól, 10 év után 3-szor nagyobb eséllyel kap rákot az átlaghoz viszonyítva. És nyilván te is tudsz 100 ilyen példát. Igen, sajnos az egyik kiemelt kockázata az elektroszmognak, az elektromágneses térnek, ennek a drasztikus megemelkedésének, amit napjainkban megélünk, az a daganat, a rák. A többek között a WHO 2B daganatkeltő kategóriába sorolta, mint rizikófaktort az elektroszmogot, az elektromágneses térerőt. Azért mondom az elektroszmogot, mert így ismerik az emberek. Ez azt jelenti, Marian, hogy van 1A, 1B, 2A, 2B? Ez a 2B, ez egy nagyon komoly rizikófaktor, ez tulajdonképpen ugyanolyan, mint az azbeszt, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, tehát azokkal egyenrangú rizikófaktorként sorolja be az elektromágneses teret, mint daganatkeltő rizikófaktort egészségügyi kockázatok vonatkozásában. De ezen kívül még nagyon sok egyéb kockázatai vannak. 2000 oldalas vizsgálati anyag van a tulajdonunkban. Külföldi kutatóintézetekben vizsgálták mesterségesen és nem mesterségesen gerjesztett elektromágneses térben, hogy milyen kockázatai vannak állatokon, és most már embereket is folyamatosan vizsgálnak, és vizsgálati anyagokat birtokolunk. És hát az alvászavarok, az idegrendszeri problémák, a depresszív állapotok, a vegetatív idegrendszeri disztónia, a lassú gondolkozás, az ingerlékenység, és nagyon sok egyéb olyan gyerekeknél hiperaktivitás, nehezen kezelhetőség, bizonytalan jellegű fejfájások, hihetetlen sok. Ez összefügghet az elektroszmoggal, azt akarod abszolút mondani? Abszolút, hiszen ez a levegőben van, ahogy mondtam. Nem ionizáló sugárzás, ezért minden élő lényen áthatol, minden pillanatban. Tehát, hogyha én most itt hoztam volna, és kivetítenénk ide a levegőből egy szeletkét, akkor hát, amit abban látnánk, az eléggé meglepő lenne, ugyanis az elektromágneses térnek benne van a nevében, mint mágnes a vasat, az összes láthatatlan vírust, gombát, baktériumot, toxikus anyagot, vegyi anyagot, port, piszkot a levegőben, ebbe a mikrokozmoszban a Földtől oda gyűjti. Tehát ezt nem látjuk szabad szemmel, de ez az egészségügyi kockázat, tehát ez is egyrészt csinálja az egészségügyi kockázatokat, hogy ott van töményen a levegő, nem tisztán sajnos, és meg se kell ennünk a méreganyagokat, a bőrünkön, a légvételünkön átmegy keresztül, ezt folyamatosan kapjuk, csak a levegő elemből. Na és akkor most kanyarodjunk oda, hogy ugye eddig arról beszéltünk, hogy te, mint sugárzáskutató, mi mindennel foglalkozol, illetve hát nyilván milyen egészségügyi kockázatok azok, amelyek téged vagy titeket arra késztettek, hogy elkezdjetek gondolkodni azon, hogy jó, ezek körbevesznek minket, de mit lehet ezekkel kezdeni? Tehát akkor most jön az, hogy hogyan tudunk védekezni az elektroszmog ellen. Hát az elektroszmog ellen mi 25 évvel kezdtünk el egy... Mert ugye szabad ne felejtsd, a mikrót nem tudjuk betiltani, igen, a mobiltelefon nem fogjuk betiltani, a wifi-t nem tudjuk betiltani, hát akkor mi marad? Mi 25 éve kezdtünk el megalkotni egy olyan épületvédelmi technológiát, amelyik épülettartozéként funkcionál, áramforrás nélkül működik, tehát tulajdonképpen megújuló energiás, komplex, tehát minden sugárzásra vonatkozóan egy teljes körű csökkenést tudunk vele elérni. Utólagosan is be tudjuk telepíteni meglévő épületekben, bármilyen nagyságrendben,
és tudunk új építkezéseknél és a tervezésnél ott lenni, a falba, a födénbe kerülnek be ilyenkor a találmánynak az elemei, ugyanis ez nem egyszerű árnyékolgatás, festegetés, nem egy dobozka, hanem ez egy több elemből álló, összekapcsolt, rendszerezett találmány, amit be tudunk építeni az épületekbe, fúrás-faragás nélkül. Ez a ti találmányotok? Így van. Így van, és ezt folyamatosan kutatásfejlesztjük. Ez egy csőrezonátorrendszerből, egy nyitott alakú rezgőkörrendszerből és egy irányító egységből áll. Tehát tulajdonképpen mi azt csináljuk ezzel a találmánnyal, hogy begyűjtjük az épületen belül az összes létező ismert átlósugárzást. Itt a elektromos tér, mágneses tér, magas frekvenciás teljesítménysűrűség, hozzátartozó teljesítmények, egyebek, tehát az elektromágneses tér minden fizikai paraméterét. Hogyha esetleg van radioaktív radon terhelés, azt is begyűjtjük, és a geokozmikus patogén sugárzásokat is tudjuk kezelni, ezeknek az erősségi fokát tudjuk vele szabályozni, legyengíteni, hogy ennek ne legyenek egészségügyi kockázatai. Mint a vízér, meg a Hartmann kereszteződések, ez az emberek többsége már ugye a radiesztéta emberekkel kimérette az ágyát, kitolatta belőle, de hát ez egy alacsonyabb energiájú sugárzásokkal, és egészségügyi kockázatok vonatkozásában nem olyan ártó, mint például az elektroszmog, vagy ha van radioaktív góc a házban, például... Tudjátok mérni? Igen. Tehát egy mai igényes ember, én mindig azt szoktam mondani, hogy legalább annyi fáradtságot vegyen, hogy hívjon ki akár bennünket, akár komoly műszerparkkal rendelkező cégeket, vagy akár a hatóságot, és méresse ki, hogy miben él, milyen sugárzásokban tartózkodik, van-e esetleg kohós alak, beépítette olyan építőanyagot, amely radonterhelt talajból van kibányászva, és radioaktivitás szempontjából ontja a sugárzást, vagy a légtérben, ha megemelkedik ez a dózis. Ez az a fajta sugárzás, amit betárolunk, és általában 120 évnél feleződik le. És akkor nem azt mondod neki, Marian, hogy na most bontsa le a házát, hanem azt nem. mondod, hogy tudunk ajánlani ellene valamilyen készüléket, vagy eszközt, amit most elmondtál. Azt mondjuk, hogy mérést követően mi egy nagyon komoly, a világ minden részén levédetett, szabadalmaztatott találmányról van szó, amelyet folyamatosan kutatásfejlesztünk. Mi a neve a találmánynak? A találmánynak kondenzátoros energia átalakító berendezés a hivatalos neve, amelyet tulajdonképpen miután betelepítettünk egy házba, egy épületbe, akkor létrehozunk egy sugárzásilag rendezett életteret, ahol betelepítés követően 3 hét múlva műszeres méréssel igazoljuk, hogy az első méréshez képest a sugárzási paraméterek mindegyike egy nagyon szigorú, szabvány szerinti határértékek alá került. Mi konkrétan az SBM 2008 és az SBM 2015 nemzetközi épületbiológiai ajánlások, illetve szabvány szerinti határértékek vonatkozásában dolgozunk. Mi azt vállaljuk, hogy ezen határértékek alá kerülnek ezek a hatalmas sugárzási paraméterek. Marian, kik igénylik a ti munkátokat? Arra lennék kíváncsi, most nyilván hát, nem név szerint, hanem hogy lakóházak, szállodák, uszodák, tehát hogy kiket sikerült már meggyőznötök arról, hogy ennek van értelme, hogy ez jó? Magánemberek, családi házak, lakások, lakóparki projektek, nagy közintézmények, kis közintézmények, óvodák. Mondanál egy-két közintézményt? Például ott vagyunk a Fejlesztési Minisztérium egyik épületében, ott vagyunk egy olyan óvodában, amelyik itt a 13. kerületben passzív óvodaként épült, és ott a gyerekekkel kapcsolatban megnézték, hogy azokban a termekben, ahol betettük a védelmet, ott milyen pozitív változások történtek, és ezt le is írták. Hihetetlen pozitív változások vannak, figyelem, koncentráció, memória, összpontosítás, befogadóképesség, gondolatok gyorsasága, kreativitás, immunrendszer épsége, stb. Teljesen másképp működik egy sugárzásilag rendezett élettérben, mint amikor állandóan ott van, és folyamatosan a szervezetnek küzdenie kell ezzel a diszharmonikus stressz traumával.
Arról beszéltünk, hogy az épületek esetében mit tudtok tenni, de látom, hogy hoztál különböző, nem is tudom mik ezek, ezek a kis körök, és ugye azt tudom, hogy nyilván, ha számítógépről beszélünk, ha mondjuk mobiltelefonról beszélünk, akkor is van ötletetek, hogy mi a teendő. Igen, kifejlesztettünk, tehát nem csak egy szobát tudunk megoldani, nem csak egy lakást, nem csak egy házat, nem csak egy irodaház komplexumot, ipari létesítmény, bármilyen nagyságrendben az épületvédelmünkkel, amely egyébként ilyen hármas elemből áll. Csőrezonátorrendszert helyezünk el, ez egy önálló tudományág, nyitottú alakú rezgőkörrendszert és irányító egységeket. Bocsánat, itt van. Tehát ez az a hármas elem, amiből áll. Ez az épületvédelem. Ezt bármilyen nagyságrendben tudjuk funkcionáltatni, beépíteni, betelepíteni, betervezni, és létrehozunk egy magasabb kategóriájú, ugye egyre több az okosház, egyre jobban robotosodunk, egyre nagyobb a terhelés napi szinten, és ezekkel ezt tökéletesen tudjuk egy bizonyos szint alatt tartani. De létrehoztunk azoknak, akiknek mondjuk nincs anyagi lehetőségük ezt megteremteni, bár nem egy összeg, ahhoz képest, amit ez nyújt egészségügyi és prevenciós vonatkozásban. Ez egy olyan termék, ami alvó-fekvő pihenőhelyek alá fejlesztettünk ki, és 6 köbmétert képes elektromos tér, mágneses tér és magas frekvenciás teljesítménysűrűség vonatkozásában kezelni. Nem komplex, mint az épületvédelem, ami a radioaktivitást, a geokozmikus patogénsugárzásokat és az elektroszmogot is kezeli, és létrehoztunk ott vannak a pici körök. Ez a telefonokra, ő pedig autókba, repülőgépekre, mágneses tér vonatkozásában működik nagyon jól, ő pedig a magas frekvenciás teljesítménysűrűséget mérhetően kezeli, egészségügyi tanúsítványokkal, szabadalmakkal és független szertifikétekkel ellátott találmányokról van szó. És még földvédelmünk is van, tehát földeket is tudunk, udvarokat, medencéket tudunk tehermentesíteni, hiszen a víz nagyon jól megtartja ezeket a rezgéseket. Feltételezem, hogy... Ezt akartam mondani, mutasd meg a telefonot. Tehát ez lett volna a következő, ez a telepátia. Ez egyébként így néz ki, amikor rajta van egy telefonon, és hogyha egy ilyen rajta van egy telefonon, akkor már lehet nyugodtan vele telefonálni, lehet kompjúterként használni, sőt a férfiak megengedhetik védelemmel, hogy betegyék a zsebükbe, meg a gyerekek is, nem fog hímival sejtorzulást csinálni, ezt egészségügyi tanúsítványokkal igazoltuk. Uniós kapcsolataitok vannak? Tehát, hogy Magyarországon kívül megfordultok máshol is? Igen, jellemzően igen. Például? Például jártunk már Dél-Franciaországban, vannak telepítéseink Ausztriában, Svájcban. Igen, nyugodtan addig én kérdezek, hogy tudnél, hogy most ezt elmagyaráztad, megmutattad, hogy telefonokra, autóra, valakinek az ágya alá mi jó. Feltételezem, hogy abban a házban, ahol te laksz, ott ezt megcsináltátok. Természetesen. Jó gondolom. Természetesen. 25 éve élünk sugárzásilag rendezett élettérben. De mellette mi azért nagyon sokat vagyunk sugárzásilag terhelt élettérben, mert a legterheltebb helyekre hívnak ki bennünket folyamatosan, tehát nem mindig vagyunk azért benne a házunkban. Mondanál ilyen nagyon terhelt helyet? Hát tulajdonképpen már nincs jó hely. Tehát már nincs, Magyarország, nem terhelt? Magyarország elektromágneses tér vonatkozásában 92,3-es pirosban van, százalékos pirosban van. Persze a törvényi szabályzás nagyon sok mindent megenged, tehát még mindig a törvényi szabályzás az nagyon laza ilyen szempontból, ezért mi nem is ezt vesszük alapul, hanem az épületbiológiai szabványt, amit nem a magyarok alkottak meg, ez az SBM 2008 és 2015. Azt is feltételezem, hogy a családban, rokonságban mindenkinek van ilyenje. Természetesen, tehát ez nálunk az unokáim is, tehát náluk ez egy
az ő szemükben ez egy szentély. A gyerekeknek nagyon jó az érzékelő képessége az energiákra vonatkozóan. Tehát nálatok a gyerekek már úgy nőnek fel, hogy tudják, hogy mi ez és használják. Ez egy természetes dolog, és mi szeretnénk azt elérni, hogy természetes legyen ne csak az én gyerekeimnél, akiknek meg az én unokáimnál, akik ebben nőttek föl, hogy ezzel foglalkozik a nagymama meg a nagypapa, hanem divat legyen a telefonokon, a tableteken, a számítógépen, az autókban, a repülőgépen és az otthonokat ugyanolyan természetességgel védessék be az emberek, mint ahogy benne van a világítás vagy a gépészet. Utolsó kérdés, mert hogy vészesen fogy az időnk. Tapasztalsz valamiféle nyitottságot ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy akiket ti felkerestek, vagy akik titeket felkeresnek, fogalmam sincs, hogy működik ez az üzletszerző történet, hogy felfogják ennek, megértik ennek a súlyát, hogy ez miért hát fontos? Hát van olyan ember, aki igen, nagyon érzi, egyre több az elektrohiperérzékeny ember, aki allergiaként reagálja le az elektroszmog drasztikus emelkedését és a szivárvány színű tüneteket produkálja. Van olyan ember, aki viszont, mivel láthatatlan ez a sugárzás, és nem lehet tapintani, fogni, szagolni, hallani, szkeptikus, és azt hiszi, hogy amit nem látok, ilyen, az nincs. Igen, ha egy ilyen úgy is van mindenkinél, akkor az úgy sem árt. Ez sajnos nem így van. Ez olyan sejtpotenciál zavarokat csinál, és olyan amortizált állapotba hozza a sejteket, hogy megjelentek olyan civilizációs betegségek nagyon nagy százalékban, amelyek eddig nem voltak az emberiség történetében, de a levegőben sem volt ilyen negatív energia még soha. Tehát ennek az ártó hatásait igazából egy nemzedék múlva tökéletesen fogjuk látni, az érrendszeri kockázatoktól kezdve mindent. Tehát az, hogy ez a elektromágneses tér... Ez lesz a végszó, Marian, utolsó mondat, mert vége az adásnak. Fejezd be, csak mondom, hogy ez az utolsó mondat. Ez az elektromágneses tér, hogy áthalad rajtunk, és a vérünkben lévő, hemoglobinban lévő vasat elektromágneseszeti, onnantól kezdve pedig ők összehúzhatják egymást, ott van az embolizáció, ez egy láthatatlan, minden előzmény nélküli egészségügyi kockázat. Én nagyon köszönöm, hogy Molnár Marian itt volt, és azt gondolom, hogy fantasztikusan érdekes dolgokat mondott nekünk, és érdemes végig gondolni azt, hogy a bennünket körülvevő elektroszmognak milyen kockázatai vannak, és hogyha létezik ez ellen védekezés, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy szükséges-e élnünk vele. Én köszönöm még egyszer, Marian, hogy itt voltál, nézőinknek pedig, hogy velünk tartottak, viszontlátásra. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik.